nem csak a kisgyerekes szülőknél, hanem természetesen azon szülőknél is probléma lehet, akiknek már mondjuk iskolába jár a gyermek, a gimnáziumba talán már ez nem annyira jellemző, de mire érdemes figyelnünk az ősz elindult akkor, hogy a gyermekeink lehetőség szerint azért ne az első naptól kezdve legyenek betegek. Horváth Patrícia itt van már a stúdióban, aki testtudattréner. Szervusz Patrícia, jó reggelt kívánok! Ugye nekem ez egy folyamatos stressz minden nyár végén, hogy akkor jön az ősz, és tök jó, hogy jön az óvoda, intézménybe kerül a gyermekem, és akkor végre ugye visszaáll a rendszer az életünkben. De hogy közben ezzel együtt jönnek a betegségek. Sok szülő ugye nem tudja megoldani azt, hogy a gyermekét hova tegye, amikor beteg, de hogyan tudjuk kiküszöbölni azt, hogy ne az első pillanattól kezdve erről szóljon az év, hogy folyamatosan betegek a gyerekek. Igen, nagyon fontos, amit mondasz, ezt még itt előtte ugye beszélgettünk, mert akkor Zsuzsnak is remélem, hogy fogok tudni tanácsokat adni. Valóban az, hogy amikor a gyerekek bekerülnek közösségbe, akkor onnantól jönnek ezek a betegségek. Először is meg kell egymás flóráit ugye szokni, úgyhogy általában a harmadik, negyedik hónapra ezek így kitisztulnak, talán picit könnyebben veszik az akadályt, viszont idő előre haladtával szoktak általában csökkenni a betegségek gyakorisága, illetve hogy mit milyen gyorsan és milyen hosszan kapnak el, ugyanis a bölcsödében még elég fejletlen a gyerekeknek az immunrendszerük, ugye ez ugyanolyan fejlődési és érési folyamat, mint bármi más az életben, ugye csontrendszer, idegrendszer, úgyhogy hozzá kell szokni sajnos bizonyos betegségekhez a gyerekeknek, úgyhogy elkerülhetetlen sajnos, hogy néha-néha betegek legyenek, de valóban nem mindegy, hogy milyen gyakran és hogy milyen gyorsan keverednek ebből ki. Óvodában már kevesebb lesz, nekünk most 8 éves a kislányom, most az első olyan évünk, hogy nem betegen kezdtük. Amit tudni kell, hogy vannak olyan táplálkozások, meg olyan tippek, amiket lehet alkalmazni. Ugye beszélgettünk, hogy nekem például a propolis cseppek nagyon szépen bejönnek, ugyanis a propolisnak ugye van egy gyulladáscsökkentő és egy fertőtlenítő hatása, úgyhogy azt mindig szoktam a Zsankának adni. És ezen kívül az echinácia cseppekből óvatosan, de amikor már érezzük, hogy rezeg a léc, mi ezt anyák általában tudjuk, akkor echinácia cseppet lehet, illetve most én nem mondanák effektíve termékneveket, mert több ilyen kapható a patikákban, amiben bétaglükán van, az nagyon szépen tudja gyerekeknek a szervezetét úgy tartani, hogy el tudják ezeket a betegségeket kerülni, vagy legalábbis kisebb számba keveredjenek bele. Folytassuk tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk megőrizni ezt az egészséges állapotot, mert ez egy dolog, hogy elkerüljük a betegséget, de hogy hosszabb távon hogyan tudjuk ezt megőrizni. Igen, tehát ugye alapban ugye nagyon fontos a pihenés. Kevesen foglalkoznak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés a gyerekeknek fontos. Ugye minél kisebbek, annál több óraszám. Nekünk most így 10-11 óra a napi normális ideális alvás 8 éves korban, ugye ilyenkor már délutáni alvás nincsen, viszont 8-kor nekünk ágyba a gyerkőcnek, 8-15-re 20 elalszik mesével, énekléssel, és gyakorlatilag fél hétkor kelünk, tehát stabilan megvan a 10 óra. A másik, hogy nem szabad félni attól, hogy bejönnek a nyálkás időszakok, és akkor innentől óvjuk őket, és nem visszük ki a hidegbe. Igenis meg kell szokni a szervezetüknek, hogy kimenni rétegesen felöltözve, persze a józanész keretein belül, tehát mondjuk mínusz 15 fokban ne csináljunk 6 órás túrát. De hogy egészséges is egyébként, főleg mondjuk nagyobb hidegben, nagyon egészséges az, mert ugye a tüdőnek nagyon jó, igen, az egész légzőszervnek, a felső légúti szerveknek nagyon jó az, hogyha hidegben azért mozognak a gyerekek. Olyannyira, hogy ha valaki mondja, mondjuk ilyen asztmára, vagy allergiára hajlamos, vagy a családban van rá hajlam, és esetleg örökölheti, de kifejezetten fontos erre figyelni, hogy hidegben, tehát ebbe tudod, vannak ezek a hidegben, súbányában történő légzések is, hogy ezeket lehessen szépen a felső légúti dolgokat kezelni. A másik pedig a táplálkozás, ugye ez a fő kompetenciám, a szezonális zöldségek, gyümölcsök elengedhetetlenek. Sütőtök, alma, körte, szőlő, cékla, ezek menjenek, amennyire csak lehet, mert ez ugye A-vitamint, E-vitamint tartalmaz. A másik a C-vitamin, ugye az például spenótba, brokkoliba, paprikába van, és az nagyon fontos, hogy ha már kezd kialakulni a betegség, akkor a fertőzés leküzdésében tud segíteni, illetve megelőzni is tud. És a másik pedig, hogy kis hazánkban ugye a napsütéses órák száma ilyenkor lecsökken, és ugye a D-vitamin az egy olyan vitamin, az elővitaminját a szervezet tudja szintetizálni a napsütésből, viszont így, hogy nincs napsütés, kénytelenek vagyunk külsőleg bevinni, hogy mindenképpen meg kell emelni a D-vitamin egységnek a számát ilyenkor ősszel. Beszélgetünk ugye olyan vitaminokról, olyan immunerősítő szerekről, amit kúraszerűen lehet adni a gyerekeknek, és bár most itt a gyerekek miatt vagy itt, de én azért egy kicsit kitérnék a felnőttekre, mert én is abban a helyzetben vagyok, hogy sajnos amit a kislányom hazahoz az óvodából, én azt automatikusan elkapom.
Hogyan tudnak egyébként a felnőttek tenni azért, hogy mondjuk ne kapják el ezeket a betegségeket, vagy ha már elkapták, akkor könnyebben túl legyenek rajta? Nagyon fontos, hogy nagyon gyönyörű a magyar nyelv, tehát az egészségért egészségesen kell táplálkozni. És ugye az immunrendszerünk javarésze ugye a bélben található, tehát a bélflórát szépen kell pótolni, akár probiotikumokkal és prebiotikumokkal, tehát az elővitaminjával, illetve gyerekeknél, felnőtteknél kefir, joghurt, savanyú káposzta, ezek ugye természetes probiotikumokat tartalmaznak, tehát onnantól tud védekezni a szervezet. Ami fontos, megfelelő mennyiségű fehérje, hús és halak formájában, mert azon kívül, hogy a B-vitamin tartalom fontos az egészség miatt, és aki mondjuk vegetáriánus, ugye B-vitamint keveset visz be, tehát pótolni is kell, de ha húsokat, halakat teszünk, mellette cinket is viszünk be ezáltal, és a cink az nagyon fontos az immunrendszer megerősítése és megőrzése érdekében, illetve ami tippek vannak, méz, gyömbér, fokhagyma, hát és kurkuma. Ugyanis a kurkumának van egy kurkumin nevezetű vegyület, ami kifejezetten gyulladáscsökkentő hatással és fertőzés megelőző hatással bír, tehát kurkumás húsok, tészták menjenek, és ha teát adunk, akkor gyömbérrel és mézzel édesítsük, mert akkor sokkal jobban meg tudjuk előzni ezeket a dolgokat, és a fokhagyma már roppant büdös, ugye tudjuk, viszont együtt kell a családnak enni, és akkor nem probléma. Patricia, köszönöm szépen. Én köszönöm ezt. Nem is megfogadjuk a tanácsait. Legyen úgy, úgyhogy egészséges őszt kívánok nektek. Köszönjük szépen.